cégtáblája se volt, mégis ismerte mindenki a Kazinczy utca legrégebbi kocsmáját. Azt is tudták, legalábbis a legtöbben, hogy ki volt az a Wichmann Tamás. Kazinczy utca 55, kocsma és épület siratóban járunk. Wichmann Tamás 9-szeres világbajnok, kenus volt, akinek viszont az olimpiákon nem jött össze. Aztán kocsmáros lett méghozzá itt ezen a helyen, amit 1987-ben nyitott meg. A kocsma először a kenusok fiktív védőszentje után a Szent Jupát nevet kapta, aztán a szájhagyomány után egyszerűen csak a Wichmann kocsmája lett. Érdekessége még, és most a veszte is ez, hogy a negyed egyetlen magán ingatlanja volt akkoriban, amit soha nem államosítottak. Így került ide a Wichmann kocsma is, ami 35 év állhatatos kocsmai tevékenységével lett legendás. Aztán Tamásnak még élete végén, amikor egyre betegebb lett, el kellett adnia, ma eladva a bontására vár. A jelenlegi tulajdonosok 5 emeletes szállodát terveznek ide, és ehhez elbontanának még 2 több száz éves klasszicista épületet a Király utcában, és beépítenék a környék egyetlen játszóterét is. Ez a hír jó egy hónapos, és azóta szerencsére elég nagy lehetett a sajtó által keltett hangoskodás, mert a kocsma épülete műemléki védettséget kapott. A most benne működő pizzériások is azt írták, nem eszik olyan forrón. Az épületen egyébként nem volt műemléki védelem, és nem is építészeti szempontból érdekes, hanem mint kulturális hagyaték a hozzátapadó rengeteg emléktől, mint például a Moszkva téri óra. Nincsenek rajta stukkók és különlegességek, viszont ez a pesti zsidó negyed legkisebb megmaradt épülete, és nem lebontani kellene, hanem üvegbúra alatt mutogatni, hogy milyen volt ez a városrész egykor. Hát ilyen még nem volt, mert hogy valaki rajtam kívül megszólaljon az egy helyben, de te vagy az autentikus forrás, mert egy egész filmet csináltatok itt és a Tamással. Tehát én jártam ide, én ide jártam gimnáziumba, Madách gimnáziumba. Nem tudom, ismered, ez egy belvárosi elit gimnázium. És mi jártunk ide, lehet közel van. Közel van, de volt egy személyes szál, és én a Tamás fiát ismertem, és akkor együtt szamizdatoztunk. Tehát nekem azért van egy ilyen személyes szálam is. Jó pár év volt, amíg lejártam ide. Szerelmi dolgok voltak, szerelmes szívvel jártunk ide le. Még azt sem mondom, hogy a szamizdatosokkal, mert azért ők fű alatt, tehát mi nem kapcsolódtunk annyira, fiatalok voltunk, 16-7 évesek. Cigiztünk, ott lehetett bent cigizni, lehetett bent áldogálni, mindent lehetett, kajálni is lehetett éjfélkor még egy jó rántott húsos szendvicset, összedobott a Tamás nekem, vagy bárkinek, tehát aki éppen megéhezett, akár éjfélkor is. Mert hogy ő itt élt, ott élt fönt, itt élte az életét, Tamás. A film onnan jött, hogy ugye megtudtuk, hogy bezár. Akkor még nem tudtuk, hogy beteg. Én se tudtam, hogy beteg, mert ez így némán küzdött a betegsége ellen. Nem tudtuk, de elkezdtük forgatni az utolsó napokat. Bezárás előtti utolsó napokat. Kocsmának hajtaján betérve, én önfeledten utánuk megyek. A sűrű füstben harmonika nyávog, hallgatom a bárjú éneket. És most jön a Beatles. Tárárá, rárárárárá. És mennyi emlék kapcsolódik hozzá. Én például a hőskorban jártam ide, méghozzá az emeleti összejövetelekre, valamikor hétfőnként vagy keddesténként, amikor rengeteg fiatal színművészetisek, egyetemisták jöttek ide, aztán később csatlakozott hozzájuk a Cserhalmi, Bereményi, és természetesen Cseh Tamás is, akivel aztán egy másik alkoholáztatta éjszakán, itt lent a pult előtt majdnem összeugrottunk, és a harmadik Tamás, Wichmann Tamás nyúlt ki, hogy szétrakjon minket. Ezt sikerült így kimentenem a forgatás
zajában. Ez a pult fölött állt, ez egy relikvia most már. Ugye a Wichmann kocsmának egyik relikviája. Lehet, hogy kerülnek majd még elő innen-onnan, hiszen nagyon sokan jártak ide, ugye? Az utca legrégebbi és legkisebb háza már itt állt, az 1848-as forradalom idején, az akkori Kreisgasse utca 517 szám alatt. 1834-ben vásárolta meg Schneider József kártyafestő, aki két év múlva ebben az épületben alkotta meg a 36 lapos magyar kártya csomagját. A paklikat is itt kezdték el gyártani. Az osztrák uralom miatt inkább nem magyar, hanem svájci történelmi hősöket választott Schiller Tell Vilmos című drámájának szereplői után. Akkoriban még az egyalakos kártyák voltak használatban, Schneider újítása volt a tükrözött mintájú kártya, ami így már nem állhatott fejre. 1869-ben egy díszmű, ruha és rövidáru kereskedő költöztette ide a boltját, ő építette az emeletet. A Kazinczy út 55 tölgyfa kapuja viszont tényleg érdekes és különleges, különösen ezek miatt a kovácsoltvas motivumok miatt. Van itt minden, például jobboldali és baloldali svasztika is, aztán egyiptomi keresztmotívum, ez pedig nem arra utal, hogy ez valamilyen zsidó kultúrához kapcsolódó épület lett volna, mert ez nem Dávid csillag, hanem az anyag és a szellem egységét képviselő, vagy jelképező kettős, egymásba forgatott háromszög. És természetesen van a végtelenség jele, a saját farkában harapó kígyó, ugyanis 1907-ben ebben az épületben alakult meg a Magyar Teozófiai Társaság, és itt is működött az első világháború kezdetéig. Tehát egy hónapja még le akarták bontani, aztán védettséget kapott, állítólag egy évre. Reméljük, hogyha egy év múlva idejövünk, akkor nem kell siratnunk a Wichmann kocsma egykori épületét.